Látványos megnyitóval adták át 2017 őszén a Szombathelyi Haladás új stadionját. A 9000 férőhelyes aréna több mint 15 milliárd forintjába került az államnak. A stadion a megnyitása óta veszteséget termel. Üzemeltetését az önkormányzat végzi, de már nem sokáig. Egy pénteken megjelent kormányhatározat szerint február 10-ig a kormány átvilágítja az üzemeltető céget. Erre a munkára 30 millió forintot csoportosítanak át. Ha ezzel végeztek, állami fenntartásba kerül a stadion. Ezt Szombathely ellenzéki polgármestere kezdeményezte. A korábbi üzemeltetés 300-400 millió forintba került, és átláthatatlan volt az állami támogatás egy egyesületen keresztül. Sokkal célszerűbb akkor már, hogyha az állam maga üzemeltet, és nem a város pénzébe kerül. A térség országgyűlési képviselője az átadáskor még maga biztosan üzent a kritikusoknak. Az aggódókat szeretném megnyugtatni, Szombathely városát nem fogja agyonnyomni ez a teher, mert ez nem teher, ez nem átok, hanem áldás. Az átadástól 2018 közepéig 350 millió forint ment el a stadion üzemeltetésére. Ez nagyjából a duplája a régi stadion költségeinek. A következő évben, 2019-ben már a központi költségvetés fedezte a számlát. A kormány egy határozatával akkor 298 millió forint közpénzt adott a stadion üzemeltetésére. A határozatban 2020-ra is előirányozták ezt az összeget, vagyis a stadion veszteségeit már így is több mint két éve az állam állja. Pedig 2019 óta már a stadionok üzemeltetésére is igénybe lehet venni a TAO támogatást, vagyis a közpénzek évek óta újabb csatornán is eljutnak a stadionok fenntartására. Annak az évnek az értékelésekor Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója és a Ferencváros elnöke még arról beszélt, hogy rajtuk kívül, meg talán a Debrecenen kívül stadiont nem üzemeltet senki nyereségesen. Ez Dénes Ferenc sportközgazdász is egyetért. Híradónak ma azt mondta, teltházas rendezvények nélkül ez szinte lehetetlen. Ahhoz viszont minőségi futballra lenne szükség. Hiszen akkor gyakorlatilag az alaptevékenységből lehetne ezeket a stadionoknak az alap működését finanszírozni. Az, hogy itt eseményekkel töltsük meg az a stadionokat, az persze az nem könnyű, hiszen ez valóban, ilyen értelemben valóban méretgazdaságosági probléma van, hiszen olyan sok stadion épült már fel. A kormányhatározat szerint a Szombathelyi stadion február végéig kerül egy állami cég a Nemzeti Sportközpontok üzemeltetésébe. Kerestük a céget, hogy évente mekkora üzemeltetési költséggel számolnak, ám adásunkig nem válaszoltak.